Korának kiemelkedő tudósa volt Bél Mátyás. Öt kötetben megjelent országleírása alapvető forrása ma is többek között a helytörténetnek, régészetnek, néprajztudománynak vagy művészettörténetnek. 2003-ban a Honismereti Szövetség emlékplakettet nevezett el róla. A rangos elismerést idén Rémiás Tibor történész-muzeológus, a Nyíregyházi Józsa András Múzeum igazgatója vehette át Veszprémben. Évente két embernek szokták odaítélni, és hát én nagyon büszke vagyok rá, hogy 60. születésnapomra megkaptam ezt a nagyon rangos díjat. Tulajdonképpen ez egy életmű díj, én 35 éve vagyok a honismeret munkása, és hát gondolom, hogy a 35 év alatti tevékenységemet így ismerték el. Rémiás Tibor 2009-től a Honismereti Szövetség egyik alelnöke. A szervezet a megyei egyesületek munkáját is összefogja. Ezek összesen több mint 1000 a honismeret különböző területein tevékenykedő tagot számlálnak. Három nagyon-nagyon fontos dolog van, ami minden évben ismétlődik. A felnőttek részére van a Országos Honismereti Akadémia, a fiatalok, diákok részére van az Ifjúsági Honismereti Akadémia, aztán ezen kívül van a honismereti kiadványok szerkesztőinek is külön konferenciája, külön olyan összetartás, amiben ugye összejönnek és segítik egymást. De hát ugye egyesületen belül számtalan formája van, az emléktábla avatástól, a kiadványszerkesztésen keresztül, konferenciák szervezésén, tehát mind, ami a helytörténettel és a honismerettel összefüggésben van, és hál' Istennek az intézmények, mint a levéltár, a múzeum, a könyvtár, ezeket a honismereti tevékenységeket azért maximálisan szokta segíteni. Szabolcs-Szatmár Berekben 2000-ben alakult meg a megyei egyesület. Az Országos Honismereti Akadémiának 2019-ben adott otthont a megyeszékhely.